Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit 2020. január 3-án pénteken. Boldog új évet minnyájuknak. Vendégem Lászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm, aki a mezőgazdaságért felelős, és rendkívül fontos témaköröket találtunk mára bevezetőül, hiszen kell, hogy beszéljünk az osztatlan közös tulajdonról, a vízgazdálkodásról, tehát az öntözési rendszer átalakításáról, és a közös agrárpolitikáról, hiszen a következő 10 esztendőben, ha úgy tetszik, meghatározza, nem csak az idénről, természetesen meghatározza a magyar mezőgazdaság helyzetét, az uniós források igénybevételének lehetősége. Nos, tehát röviden az osztatlan közös tulajdonról, hiszen a Nagy István agrárminiszter az elmúlt időszakban számtalanszor felvetette, hogy rövidesen megoldást kell találni arra, hiszen enyhén szólva is kaotikus a helyzet ebben a kérdéskörben. Mi lehet a megoldás? Melyek az alapjai az agrártárca, illetve a kamara megoldásának? Jó estét kívánok, és a kamara nevébe és a magam nevébe is nagyon boldog áltásos új esztendőt kívánok minden kedves nézőnek, és minden gazdának, hiszen legfontosabb az, hogy jó évünk legyen, folytatódjon a mezőgazdaság fejlődése. Ezen belül természetesen a szerkesztő úr által is elmondottak, nagyon fontosak, hogy ez dinamikusan történjen. És igen, az osztatlan közös tulajdon megoldása, ha úgy tetszik, a kapuba van. A kapuban nagyon sok év munkája van benne, számtalan pilot programnak az eredményei felhasználásával kerülhet erre sor, és bizony megoldódik. Viszont azt kell mondanom, hogy azért nem egyedülálló Európában, Magyarországon az osztatlan közös. Mert szoktuk mondani, hogy ez az osztatlan közös a magyar átok a rendszerváltást követően. Hát osztatlan közössel rendelkeznek Belgiumba is, és van még más európai ország is, és hát ezeknek a figyelembevételével lesz megoldva az osztatlan közös tulajdon, lényegesen leegyszerűsítve azt a jogi procedúrát, amely gyakorlatilag lehetetlenné tette eddig, hogy akár öntözés, akár másféle tevékenység, ugye az osztatlan közösbe szereplők írásos aláírása nélkül megtörténik. Tehát meg kell húzni a mérethatárt nyilvánvalóan. Lesz egy mérethatár értelemszerűen, a mérethatár alatt egy teljesen egyszerű átadási, átírási forma kerül érvénybe, vagy bevezetésre. Ezen kívül ugye az Agrárgazdasági Kamara a minisztériummal közösen próbálkozik a örökösödési törvénynek bizonyos szintű változtatásával. Tehát, hogy ne az történjen meg, ami sajnos jelenleg több esetben is előfordul, hogy mindaz, aki a családi gazdaságot létrehozta, aki izzadságot, munkát nem kivélve megteremtett valamit, valamilyen értéket, és annak rendje módja szerint, hál' Istennek, még az utódjairól is gondoskodott számbelileg, és akkor valamelyik gyermek azt mondja, hogy hát adjuk el, engem nem érdekel, nem tudsz kifizetni azonnal, és így kerül más tulajdonba a szülőknek azon öröksége, amiben nagyon sok munka van, ami alapjai lehetne valamelyik gyermeknek a jövő vonatkozásába, és bizony van úgy, hogy kallódik el osztozkodások, veszekedések közepette. Erre a törvénymódosítás majd lehetőséget biztosít olyan kivásárlásra, amire megfelelő nagyságú hitel áll majd rendelkezésre. Tehát a örökös tulajdonos sem marad úgymond pénz nélkül, aki ezt látja a megoldásnak, és biztosítva lesz a gazdaság további funkcionalitása, további fejlődése egy olyan gyermek révén, aki igenis ezt a ősi jussót, ezt a lehetőséget igenis gondozni akarja és fejleszteni kívánja. Természetesen továbbra is áll az a lehetőség is, hogy az örökösök közül egy sem folytatja a tevékenységet és esetlegesen eladják, de nem abba az állapotban már, amikor szana szét zilálódott, hiszen sajnálatos eseményeket is látunk. Igen, tehát öröklés során mérethatár alá nem mehet a birtokméret semmilyen értelemben. Tehát ez az alapja a történetnek. Azt hiszem, hogy ezt majd figyelni fogjuk, viszont ami talán számunkra még fontosabb, hiszen
Nagy István agrárminiszter folyamatosan ezzel foglalkozik, és korán sem véletlenül ez az öntözés-fejlesztés kérdésköre. Azt hiszem, hogy ez egy krízispont mindenképpen a mai magyar mezőgazdaságban. A mai mezőgazdaságban általában, hiszen azért sokat beszélünk környezetvédelemről, klímaváltozásról, tehát az öntözés fontossága elkerülhetetlen, hogy ez fókuszba kerüljön. Ha a rendszerben gondolkodunk, akkor az öntözés része a klímaváltozásnak és a környezetvédelemnek is. Hiszen így tudjuk kivédeni azokat a szélsős időjárási elemeket, amiknek tapasztalói, időnként elszenvedői vagyunk. Azt kell mondanom, hogy már ebben a műsorban is említettem ugye a 10 éves ciklust, ami az előző törvénynek az alapja, de most az év végén, pár nappal karácsony előtt jelent meg a 113-as törvény, amelyik rendezi az öntözés kérdéskörét vízjogi értelemben is, és hosszú időre meghatározhatja annak a bürokratikus rendnek a megszűnését, ami jelenleg az öntözéssel kapcsolatban fennállt, és hát ha úgy tetszik, bizonyos értelemben akadályozta is az ebbéli fejlődést. Menjünk sorba, én azt javaslom. Nézzük meg, ugye azt tudjuk, hogy nem lehet eredményesen gazdálkodni csatornahálózat nélkül, öntözés nélkül. Ehhez viszont kell csatornahálózat. Ha valaki járja a megyét, járja az országot, az annak tudomásul kell vennie, hogy nagyon sok elhanyagolt csatornahálózat van. Miként gondoskodik a felújításokról, megújításokról ez az előkészített törvény? Nyilvánvaló, hogy a törvény az fő vonalaival határozza meg az öntözésfejlesztésnek a célkitűzéseit. A részletekbe a kormányrendelet és a miniszteri rendeletek fogják a szabályozást megvalósítani, de egy nagyon fontos eleme van. Ezt én teljesen sajátos módon csak a 3K elemnek említem, amikor öntözési körzetek fognak létrejönni. Tehát ugye az Agrárgazdasági Kamara, a minisztérium is felmérte azokat a volt öntözött területeket és öntözési igényeket a gazdák részére, ahol hát úgy látják a gazdák, hogy öntöznének, amennyiben a körülmények és a lehetőségek erre biztosítottak lennének. És ezek az öntözési kerületek fognak létrejönni az országba. Ez a minisztérium és a kormányzat honlapján megfelelő módon tájékoztatva lesz a gazdák, tájékoztatva lesznek a gazdák erről, illetve minden magyar állampolgár, és ezekben a kerületekben lesznek öntözési körzetek, és a legkisebb közösség pedig a öntözési közösség lesz, ami már 2 fővel megvalósulhat. És a törvénynek az egyik legfontosabb eleme, hogy a kerületeknek lesz kisajátítási joga. Tehát az a probléma, ami az osztatlan közösné is létrejött, hogy ugye nem lehetett egy vezetéket mindenkinek a beleegyezése nélkül végigvinni. Itt a vonalvezetékek, öntöző csatornák természetesen kellő kártalanítás mellett, de megvalósíthatók lesznek. Ezen kívül a harmadlagos öntözési művek, amelyek jelenleg az állami tulajdonban levő és a gazda között vannak, itt természetesen az állam hosszú időre bérbe veheti a magántulajdonba levőt, vagy vállalhatja a magántulajdonba levő is, hogy ő is karbantartja ezeket, hát szolgáltatás ellenébe, térítés ellenébe, ezeket a víziműveket. Tehát megfelelő jogi háttér teremtődik arra, hogy minden egyes területnek, és itt térve vissza ugye a régi elhanyagolt, vagy sással, náddal benőtt, vagy netán beszántott különféle csatornákon, minden egyes csatorna részletnek lesz tulajdonosa, ez lehet nyilvánvaló elsősorban az állam, és vagy a magántulajdonból államilag bérbe vett terület, és lesz felelős karbantartója. Igen, ez nagyon fontos. Ez a legfontosabb része ennek, hogy felelős karbantartója. Mert igenis a víznek el kell menni, úgymond az utolsó tábla részig is, és kellő mennyiségbe kell, hogy rendelkezésre álljon annak a gazdának, aki öntözni fog,
aki olyan kultúrákat fog termeszteni, ahol az öntözéssel a termésbiztonságot és a termésmennyiséget adott szerződés tekintetében, amit akár kertészeti kultúrák esetében, hűtőháztól kezdve, bár konzervgyárig csinál, teljesíteni tudja. Tehát megújul a beszántott, újra tervezett csatorna, most már nem kell más bele, mint víz. Hogy lesz a víz tulajdonlása, hogy jut elegendő víz, hogyan lehet azt beosztani, hogyan lehet meghatározni, hogy egy-egy csatorna és a gazdája természetesen miként öntözhet és mennyit? Már lehet, hogy van egy évtizede is, hogy egyszer volt egy öntözési vízügyi fórum Fehérváron, országos rendezvény volt, és ott tartottam előadást, és volt egy olyan szlájd, amiben felsoroltam akkor, hogy valami 20 és 30 közötti jogszabály rendelkezett, és engedély volt szükséges ahhoz, hogy valaki öntözzön. És akkor jeleztem azt, hogy ez annyira bürokratikus, és némelyik annyira életszerűtlen, hogy a gazda megrémül, elretten attól, hogy ezt végigcsinálja. Ezért az öntözési kerület eleve meghatározott módon rendelkezni fog a környezetvédelmi, a talajtani, a természetvédelmi, a bányászati, és ne soroljak most mindent, amit a törvény végig sorol, hatóságok engedélyével, hogy az alattavel való hozzátartozó területeken az öntözést már ő maga fogja az engedélyek birtokába kiadni. Tehát alatta már a körzetek is, és a közösségek is mentesülnek ezeknek a hatóságoknak, az engedélyeinek megszerzésétől. Tehát ennek a törvénynek egyik sarkalatos pontja, és nem véletlenül a törvény maga is a sarkalatos törvények közé soroltatik az alkotmány értelmébe, egyik sarkalatos pontja az, hogy az öntözési kerület már rendelkezik ezekkel a jogosultságokkal. Tehát amikor egy engedélyt kiad 20 évre, és nem kevesebbre, nyilvánvalóan kérhetik kevesebbre is, de 20 évre ki tudja adni, akkor már ezeknek az engedélyenek a birtokába történik meg az öntözési engedély kiadása. Természetesen a visszaellenőrzések az ő feladata, természetesen amennyiben olyan dolgokat lát, ami a törvénnyel nincs összhangba, akkor felfüggesztheti az öntözési jogot, felszólíthatja a pótlásokra, legvégső esetben valószínű soha nem kerül ilyenre sor, vissza is lehet vonni adott közösségtől az öntözési engedélyt, de hát ezek a legsúlyosabb szankciók ilyen tekintetben. Minden valószínűség szerint, de hát ebbe várjuk meg a végrehajtási utasítást, elég nagy szerepet fog kapni a nemzeti öntözési hatóság, igen? Hát igen, az öntözési hatóság, földügyi alap, most már nem alap, közösség, NFK, és igazából ő lesz az, aki az eddigi eredményes munkát is figyelembe véve, amit a földügyekbe végzett, tud olyan szerepet gyakorolni, amibe elő tudja segíteni azt a jóval kisebb bürokráciát, ami jelenleg, vagy ez idáig fennállt a különféle öntözések vonatkozásába, és gyakorolni tudja azokat a jogokat, amivel igenis fejlődni tudnak a gazdák, és hát ebbe értelemszerűen a Agrárgazdasági Kamara és a minisztérium is teljes mértékben és teljes összhangba dolgozik, hogy ez minél előbb meg teljes mértékben megvalósuljon. Nincs kétségem felőle, hogy ez így is lesz, hiszen jelenleg Magyarországon ugye 80 ezer hektár az öntözött, és ezt növelni kell mindenképpen. Van-e elképzelése a kamarának, illetve hogy ki mindenki veszi igénybe, és ez mennyivel növeli meg az öntözött területek nagyságát? Hát jelenleg az öntözött területek nagysága mintegy 80 ezer hektár. Magyarországon 70-80 ezer között mozog, ugye évjárattól függően. Ez egészen biztosan
hogy az első etapba, mint tehát a régi művek tisztításába, részleges felújítása során közel 200 ezer hektárra növelhető. Hosszabb távon, tehát a 10 év végeztével ez 500 000 hektárt is elérheti. És nyilvánvaló, hogy egy 20 éves időtávot figyelembe véve még elérkezhetünk oda is, a kamara szeretne, hogy közel 1 000 000 hektár öntözött terület legyen Magyarországon. Ehhez természetesen új felszíni tározókra is szükség van, de ezeknek is a kijelölése, előkészítése már most elkezdődött. Ez a vízháztartás elegendő ehhez az 1 000 000 hektárhoz? Elegendő, hogyha megfelelő módon gazdálkodunk azokkal az elfolyó vizeinkkel, amik jelenleg elhagyják az országot. Tehát igenis a bőséges időszakban ezeket a tározó felületeket fel kell tölteni, ezeket vízzel kell telíteni, esetleges párhuzamosan sok minden más tevékenységet is lehet vele ott végezni. Itt nem olyan halászati tevékenységre gondolok, amelyik intenzív, hiszen ugye amikor a vízre szükség van, akkor a halnak is szüksége van értelemszerűen vízre, de többes hasznosításban sok minden elképzelhető, és amikor aszály van, amikor a vízre szükség van az adott fenofázisban egy adott növénynél, akkor ezt meg kell tudni valósítani. A kormányzati források rendelkezésre állnak? A 10 éves kormányzati források egyértelműen, ez a 170 milliárd forint 10 évre elosztva, és ez a védművekre van, és hát ebben nincs még benne azok a későbbi ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések és ehhez járuló pénzösszegek, amik hát értelemszerűen egyrészt beruházási alapból, majd a kapreform tekintetében, új kap vonatkozásában, a vidészfejlesztési programokban fog szerepelni, és kormányzati támogatásként is megvalósulhat, akár a felszíni tározóknak a kérdés köze. Nyilvánvaló, hogy a kap, és meg is érkeztünk a következő témakörünkhöz, nagyon sokat tehet ezért a kormányzati források kiegészítésére, hát, mert hogy az öntözés mindenképpen a fenntartható fejlődés záloga. No, megérkeztünk a közös agrárpolitikába. Én egy rövid hírt olvasnék fel. A Mezőgazdaság és Halászati Tanács december 16-ai ülésén az uniós mezőgazdasági miniszterek egyetértettek abban, hogy további tárgyalások szükségesek az új közös agrárpolitika részletszabályairól, és arról csak a következő költségvetés elfogadását követően lehet megalapozott döntést hozni. Na ez az, ami semmit nem mond nekünk, de azt hiszem a szakembernek igen. Viszont a közös agrárpolitika változásai, amelyről napról napra hírt kapunk, igen fontosak. Beszéljünk erről, hiszen az új kap 2022-ben jön létre, léphet érvénybe, viszont ez sokkal többről szól számunkra, Magyarország számára. Főleg úgy, hogy a híreket hallva a környezetvédők és a zöldek és mindenki arra a pénzre pályázik, ami a kaphoz tartozott mindeddig. Menjünk az elejéről. Igen, kettős ugye a dolog. Egyrészt nagyon sokan pályáznak arra a kevesebb pénzre, amit sokan szeretnének, hogy a kap rendelkezzen vele. Tehát így talán még teljesebb a kör, de hát elég sokan vannak azok, akik szeretnék, hogyha a mezőgazdasági pénzösszegek és támogatások megnyírbálásra kerülnének, és nem csak azon százalékkal, ami a Brexit miatt minden valószínűség szerint létrejöhet, ezt is lehet pótolni, magyar javaslat is volt többletbefizetésekkel, de nagyon sokan pályáznak is a megmaradó, vagy majd eldöntendő pénzösszegre is. És többek között így igaz, különösen azok a környezetvédők, akik azt szeretnék, hogy a támogatások igazából azokat a többletvállalásokat szolgálják, amik a klímavédelem és a környezetvédelemhez tartozik. Ezt nagyon röviden megfogalmazva érthetjük alatta. Tehát úgy vélik, hogy a földalapú támogatás vonatkozásában
nem a zöldítés és egyéb plusz lehetőségek adnak majd módot arra, hogy valaki ezeket betartsa, hanem eleve részévé kívánják tenni a földalapú támogatásoknak azokat a környezetvédelmi előírásokat, amik önmagába jogosultságot adnak ezen támogatás megszerzésére. Egész pontosan sávos módon gondolnák el, ami azt jelenti, hogy aki többletvállalásokat tesz, nem zöldítést, hanem ugye ott a pontrendszer alapján, ezek még nincsenek elfogadva, tehát olyan variációkról beszélek, amik lehetőségek, úgy sávosan kapnának a földalapú támogatásba többet. Tehát aki kevesebb pontot vállal be, az kevesebb pénzt kap, aki több pontot vállal be, az több pénzt kap. Ezzel széthúzódna a földalapú támogatások akár másfélszeresére is, tehát 50%-kal kaphatna, vagy még magasabb összegbe is, hát hogy ez későbbi döntés kérdése, valaki többet, mint az, aki kevés pontot vállal. De ez az a bizonyos környezetvédelmi és klímavédelmi ambíció szint, ahogy ők fogalmaznak. Tehát tulajdonképpen az azt jelenti, hogy amennyivel ők többet, mi annyival kevesebbet. Igen, de ezen kívül még, ha itt minél többet bevállal valaki, akkor ugye azt kell megkérdezni, hogy akkor vajon a agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás nem veszti el a jelentőségét? Hát mit fog még bevállalni, hogyha úgymond alapból mindent, idézőjelnyités bezárt, bevállalt, vagy a bevállalhatók közel 80%-át bevállalta. És akkor van ilyen javaslat, hogy átnyúlhassanak ezek a támogatások. Tehát igenis lehessen a környezetgazdálkodási pályázatnál is ezeket figyelembe venni. Nyúlnának és egymásba érhetnének. Tehát egy-egy környezetvédelmi szempont szerepelhetne ugye az AKG-ba is, és a földalapú támogatásokba is. És így, ha úgy tetszik, az a pont duplán lenne hát jutalmazva, vagy támogatva ugye a gazda számára. Tehát egyelőre ez még nagyon-nagyon képlékeny, nagyon komoly harc folyik, és nagyon komoly vitáknak a sorozata van Brüsszelbe, hiszen ez utána hosszú évekre meg fogja határozni ugye a gazdáknak a tevékenységét, és nem mindegy, hogy milyen irányba megyünk el. És nem mindegy az, hogy Magyarország, aki eddig is a klímapolitikájába és a gyakorlati tevékenységébe igenis az ilyen járók közé tartozik. Itt már többször elhangzott az egy tonna tejre kibocsátott UHG-gáznak a nagyon kedvező volta, és más tekintetben is. Igenis betartjuk az unió környezetvédelmi szabályait még hozzá, igen magas szinten. Mi akkor még plusz vállaljunk be olyan dolgokat a százalékos értelemben, amit más ország sokkal könnyebben tud teljesíteni, mert még nincs itt. Tehát igenis itt valami alapot, határt kell húzni, nem csak azt nézni, hogy ki mennyit csökkent, hanem hogy miből csökkent. Milyen százalékos arányból kell azt a csökkenést megvalósítani. És ebbe a magyar delegáció nagyon erőteljesen hangoztatja is a hangját, és fontos is, hogy ezt tegye. Ön gyakorló szakemberként miként látja? Mi lenne az ideális megoldás? Mindenképpen az ideális megoldás az, hogy a termeléshez tartozó környezetvédelmi és egyéb a talaj adottságait, morzsalékosságát, termőképességét, szerkezetét megőrző különféle technológiák támogatásával messze menőkig egyetértek. Igenis a talajainkat nem csak az unokáinknak, hanem azt követő nemzedéknek is őrizzük és tesszük, de a jó gazda ezt meg is teszi. És nem szabadna hirtelen döntésekkel rossz irányba terelni a kapreformot. Mit értek alatta? Ugye a glifozátot
kikiáltották rákkeltőnek, megszüntetésére gondoskodtak Amerikába, megvolt az első per komoly kártérítési összeggel, a Bayer, a jogutód, úgymond, aki kivásárolta a Monsantót, hát ilyen nehéz helyzetben volt. Most viszont az Amerikai Környezetvédelmi Hatóság kiállt a glifozát mellett. Egészen megváltozott szituáció keletkezett. Tehát jó lenne, hogyha az Európai Unió kellő körültekintéssel, kellő hatástanulmányok után vezetne be dolgokat, és továbbra is csak vissza tudok térni itt ugye a nitrátérzékeny területeken való tápanyagutánpótlás, nitrit, nitrát, stb. Kérdéskörre, amikor Magyarországon mi semmit nem vihetünk ki értelemszerűen november után, a búza éhezik, a melegek, tudjuk jól, decemberben is nagyon szépen megvoltak, mert a bevezetéskor semmiféle hatástanulmányt nem kellett végezni. Hiszen az erős környezetvédelmi zöld lobby ezt végigvitte. Most, amikor azt kérjük a kamara által Brüsszeltől, hogy ezt vizsgálják felül, 5 éves hatástartalmú kísérleteket kell az országba csinálni ahhoz, hogy a hatástanulmányok során napirendre kerülhessen az esetleges megváltoztatásra. Én egy dolgot kérek a brüsszeli tárgyaló delegációtól is, és kérjük is, és teszik is, hogy hatástanulmány után kerüljenek bevezetésre dolgok, ne pedig adhok jelleggel, érzelmi alapon. A mezőgazdaság és a mezőgazdaságban dolgozók, azok nem érzelemvezérelt módon kell, hogy elszenvedjék a jogszabályokat, hanem igenis tudatosan fel kell, hogy készüljenek rá. Adott esetben az valóban hosszú távon a környezetünk és a klímánk és talajunk védelmét biztosítja. Annál is inkább, hiszen 2020 végére a végrehajtási szabályokat el kell fogadniuk ahhoz, hogy 2021 legyen az átmeneti időszak, és 2022 pedig az új kap. Tehát ahogy az már hatályos akkor, én azt gondolom, hogy a vidékfejlesztés mindenképpen rászorul a kapra, tehát ez nem lehet kérdés. És rát erre esélyt, hogy ez így történjen valóban? Függetlenül attól, hogy a lobby az megvan értelemszerűen, de vannak-e tiszta fejű európai parlamenti képviselők, akik belátják azt a gondolatsort, amit ön mondott, hogy hát mert azt tudjuk, hogy a magyar álláspont ez? Reméljük, hogy igen. Reméljük, hogy igen. Annak ellenére, hogy sokszor azért megvalósul az az elképzelés, hogy mindenkit ugye az adott pártok irányítanak, aki delegált az Európai Unióba, még ha ez ellen elég erőteljesen tiltakoznak is a résztvevők, de látjuk, hogy a gyakorlat azért mégiscsak valahol ez. A négy szem közti és különféle bizottságokon kívül beszélgetésekben mindenki hasonló véleményen van. Viszont a hivatalos álláspontok és azoknak a képviselői, akik Brüsszelben vannak, már sokkal cizelláltabbak. Sokkal sok arcúban, sok színűbben, és itt nem a két színűséget emlegetem, hanem a sok színűséget, egy-egy látnak egy-egy problémát, és gondolják annak megoldását. Véleményem szerint, és a kamarának is ez az álláspontja, olyan valóságos ügymeneteket kell kialakítani, amely mentén valóban a szakmai, érdemi válaszok jutnak előtérbe. Ez lenne a legfontosabb, amit nem tud a politika akár érzelmi alapon, akár pillanatnyi előnyökért megváltoztatni, és hosszú évekre olyan törvényeket, vagy változatokat, vagy támogatásokat megfogalmazni, ami hátrányos érinti a gazdálkodást, és hát nyilvánvaló azt a nemzedéket, aki abban az 5 évben, vagy 7 évben, amíg a kapreform általában tart, tevékenykedik. Bízunk benne, hogy így lesz. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra.